amit meg a Gyurcsánnyal művel, az meg mutatja, hogy még csak politikusnak sem kéne lennie, nemhogy pártelnöknek, mert az, aki a háttérben rendre köti egy párttal a szövetséget mindenféle tekintetben, miközben a nyilvánosság előtt pedig arról beszél, hogy ezzel az emberrel egy levegőt szívni és egészségtelen, az szerintem ott valami meghasadt, ott valami baj van. Szóval Anna, inkább nevelj gyereket. Férfi szemmel, esztétikum oldaláról közelítem meg, akkor én nem bánom, hogy Donát Anna visszajött. Szerintem ebben még a jobb oldalon is van egy közmegegyezés, és most lehet, hogy úgy tűnik a Hír TV nézőinek, hogy kaserolom és kicsit megemelem Donát Annát, de egyszerűen csak a vakok között a félszemű effektusról beszélhetünk. Olyan képességbeli hiányok vannak a Momentum esetében, hogy Anna egyébként, nem tudom ezzel ti egyetértetek-e, de az ilyen 21. századi politikus prototípusnak sokkal inkább megfelel, mint bárki azon az oldalon. Donát Anna kicsit a szereplője a magyar politikai életnek, de szerintem sosem lesz főszereplője. Ha a baloldal olyan üdvöskét keres, aki nem üdvöske, hanem tényleg valamiféle vezető tud lenni, és nem tudom, akár a Fideszből is nagyobb teljesítményt tud kicsikarni azzal, hogy mondjuk megszorongatja egyszer, az nem Donát Anna lesz, ebben biztos vagyok.